Na, hello mindenkinek! Amit éppen itt láttok, az a Zafirnak a Radeon 6990-ese, tehát az Antil lesz. Meg ez a neve. Az igazi nagy problémánk azonban az, hogy az Antil leszen kettő chip van, mint régen a Voodoo 5-ös kártyán. Tehát... bocsi. Tehát az a súlyos probléma állt elő vele, hogy egyetlen nyákra GK nyomtatott áramkör. Egyetlen nyákra kettő darab grafikai chip került. Ez a hosszában jelentkezik. És kibontottam a dobozt, ugye látjuk, hogy üres. Zafirék ismét bemutatják, hogy nem tudnak dobozolni, hát ez valami borzasztó. Na mindegy, kinyitjuk és mit találunk benne? Egy idétlen nylont, ami megjegyzem most sokkal jobb minőségű, mint az előzőekben. Egy tartó szivacsszerű vackot, ami nagyon-nagyon fontos, és magát az eszközt. Ezt a fölöslegesség és a lehetetlenség határán úszó B30-as blokktéglához tudnám hasonlítani leginkább. Itt van. Ez egy nem egyszerű méretű, de mellé teszem a kezem, látható, hogy egy, kettő, hogy is van, mondjuk így mérjük hosszába, egy, kettő teljes tenyér hossznyi 6990-es anti leszünk. Nem egyszerű. Az igazi problémát, a kihívást azt fogja jelenteni, hogy az átlag MIDI házban, hogy ezt hogyan lehet beletenni. Mindjárt meg is mutatom. Jelenleg itt van a konzolunk. Ugye hátul teljesen ki van kábelezve, tehát már nincsen bekötve. De mindjárt kihúzzuk. És lefektetjük. Hát van egy gyenge súlya barátunknak. Mindjárt is veszünk egy ehhez ékes alakú csavarhúzót, és kiveszünk ebből a két videókártyából egyet, hogy mérettanilag is összehasonlítsuk a kettőt. Azonban előtte megviccellek titeket, és elmondom, hogy mi lehet a hiba. A hiba az jelent, hibát az jelenti, az lehet a hiba, hogy itt elől Winchester foglalatok vannak, úgyhogy annak idején feliratoztam, hogy hol melyik van, és hát a kettő közötti távolság az nem nyerő. Jó, lássuk. Az elejét beillesztem ide, mint a betenném. Így, szépen ráteszem, mint a olyan, mint a benne lenne. Tehát látjuk, a csatlakozás az teljesen egységben van, egy vonalban. Hoppá! Egy kicsit, mint a rohadtul hosszú lenne. Tehát ez nem fog beférni. Azonban hívok segítséget műhelyből. Lemezolló. Szét fogom nyiszálni ezt a szart, hogy beférjen az antél lesz, mert hát fontos az, hogy legalább ez bent legyen. Persze igyekszem azért nem barbár munkát végezni, erről szól a videó. Tehát antél leszünk, az ja, azért ilyen hosszú, mint az előbb mondtam, ezen kettő darab csíp van. Hát jó van, lássuk az összehasonlító méretet, ugye, hogy a régi 1950 XT Ultránk az mekkora is tulajdonképpen. Gyorsan ki is vesszük hova. Ez borzasztó. Ja, mindjárt megintézzük. Na jó. Szóval a két régi rakéta, 1950-esünk, kikerült. És hogy értsétek, hogy ez micsoda, hát itt van mellett az antél lesz így egyből. Ha csináljuk azt, hogy ezt ide rakom mellé, szépen egy vonalba illesztem őket, hogy lehessen látni a hosszát. És egy nem egy embertelen ilyen jó pár centi hossz van. Most tudnék keríteni mérőszalagot is, de ide már hova? A következő az lesz, hogy szépen beletesszük ide az antit. Ugye a fórumról és a YouTube videókról tanult hatalmas trükkel fejjel lefelé. Ennek az a lényege, hogy ha fejjel lefelé beteszed az antit, látod, hogy mekkorát kell kivágni ebből a vacakból. Előveszünk egy frankó filcet, ugye kereskedje, bejelölöm meg mekkora, és egyszerűen kivágom. Na jó. Egy igazán stílszerű legyek, mint szürke farkas, kerítettem egy szürke színű filcet, ami kurva jól fog mutatni a szürke színű. Majdnem acélt mondtam. Szóval ez a habosított kenyón. És pontosan beillesztjük az elejére, pontosan oda, hova kell. Esetleg a kicsit rutinosabb kollégek ráhagyhatnak egy picit, hogy
amikor ide-oda játszol a kártyával, akkor még legyen rá helyed. Mindjárt be is jelöljük. Na. Azt, amit látunk éppen, az már a jel. Itt körbe be van jelölve. Ja, az ott nem világít, csak olyan színű. Amit itt látunk, az a jel. Ezen a jelen kell, ezzel az ordinári barbár módszerrel nekiesnünk, és hát megbeszélnünk a kasznival, hogy háza, hogy ugyan férjem ám be. Úgyhogy mindjárt neki is hallok, és készítem. Az igazi nagy kihívás az az, hogy te haver, ez alul is van. Tehát mégsem lesz olyan egyszerű, mint azt gondoltam, de azért én megpróbálom. Ugye látjuk, hogy az ollóval elkezdtem vágni ezt a dolgot, ugyanúgy a vonal mentén végig kell haladnom, és ezt az egész lapot itt a jelölés mentén lekezdetem. Az igazi kihívás az majd alul fog jelentkezni. Úgyhogy... Ja igen, hogy értsétek. Az ollót így helyezzük rá, ugye? Evidens, teljesen egyértelmű, hogy az ollóval így vágjuk a lemezt. Ne kavarjon össze titeket, hogy a számítógépek ugyanolyan lemez, mint bármi más. És amikor ilyen szar helyzetben vagytok, mint én, csak a kreativitásotok szakad határt. Most úgy tűnik, mint a bent lenne, de sajnos ez félrevezető. A kivágás ráhagyása jól mutatja, hogy szépen kimértem az adott helyet, azonban csöpnyi hibák még vannak. Az egyik az, hogy a sarszem megfigyelők láthatják, hogy igen, itt valóban rés van. Itt van rés. Tehát nem lehet letekerni. A készüléken mindig nagyon finoman foglalkozzunk. Nem lehet erőltetni, nem lehet nyomni. Hát nem tudom, mint egy márvány tömbbel úgy kell bánni. Tehát annak letörik a sarka, de haver, aztán nem ragasztod vissza. A jelenlegi situation a következő. Megpróbálom megmutatni, hogy antikánk nem ér le a PCI slotig, és ennek az az oka, mint az előbb már mondtam, hogy alul rengeteg olyan dolog van, amiben beleütközik. Ilyenkor a teljes alaplapot megpróbálom elkerülni, hogy ne kelljen kivenni, ne kelljen az egész házat szétszedni, csak azért, mert belakok egy ilyen fasságot. Így azt kell csinálni, az alsó részből is ki kell vágni. Ráadásul úgy kell kivágni belőle, hogy azok a kábelek, amit előzőleg te eldugtál, hogy ne legyen útba, azokat ne vágd már el. Például ne vágd el a hatalmas tápodnak mondjuk a alaplap betápkábelét, ami ugyanott húzódik, vagy a Vinyod Master Slave és a DVD íródnak az ide kábelét, SATA kábelét, és az összes USB-t, ami elől létezik, az mind ott fut. Úgyhogy úgy kell levágni alul ezeket az összes kábelt, van kevés, igen. Az összes kábelt úgy kell rendezni, hogy az ollónak ez ne okozzon fájdalmat. Úgyhogy szépen egykezes mozdulattal, nem erőltetve, nem basztatva, szépen vigyázva rá, ezt a területet itt, hát valahogy megtisztítjuk, és utána ki kell vágni. Na. Kis szünettel később, meg rengeteg kábel igazgatással később, meg az nem bírtam el. Tehát az USB előre menekítésén túl vagyunk már, és mint látjuk, alul-fölül megvan oldva ez a dolog. Sajnos alul nekem csalni kellett, tehát ez a dolog így fölfele áll. Tehát szó szerint azzal csaltam, hogy a két végét bevágtam, és fölhajlítottam az egészet, mert én rettentően paráztam attól, hogy ott valamit el fog vágni, mert ha megvágok, akkor mindent, és most ebben az esetben nem kéne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így is nyerő vagyok, mert minden egyes kábelt, amire én úgy gondolom, hogy itt még szükség lehet, például a front USB-től kezdve egészen az első kijelzőig, hogy HDD villog, meg a egyáltalán a rendszer kapára ott az a pici zöld fény, azok a pici ledek, meg lámpák, azok mind itt futnak keresztül, ezért én úgy gondoltam, hogy nem kockáztatok egy forintot se. Úgyhogy úgy csináltam meg, hogy fölül szépen kivágtam, úgy, ahogy azt szakszerűen illik, de alul ez föl van hajtva. Tehát ezzel leblokkoltam azt az esélyt, hogy ide bármikor újra vinyót dugjak, hát majd erre a felső részre. Hát az Antil az úgyis meg fogja blokkolni, hát innentől egészen végigér az a vacat. És ha picit mondjuk megszalad a szekér, és sikerül mondjuk még egyre szertennem,
akkor annak is be kell férnie. Ezért ilyen széles a hátsó kivágás, mert ide lehet, hogy még kettő jön. Na mindegy, tegyük be. Na. Ez egyébként gyorsabban ment, mint gondolnátok. Valóban szuperül muzsikál a dolog. Gyönyörű szépen bepattant, ugye, ahogy kell. Körülötte a gyönyörű kihagyás, ugye, ahogy kell. Mondjuk ezt a dolgot én sem értem, hogy Raidon barátaink úgy gondolták, hogy amikor két videókártya egymás mellett van, akkor 3 milliméter lesz a kettő között. Ezt nem értem. Meg tudom már magyarázni, ugyanis a fórumon, vagy a YouTube-on rengeteget lehet tanulni például. Mondjuk ilyenről is. Az egyiket mutatom. Ezt itt sikerül látni egyébként. Itt van egy ilyen gumigenyó. Itt. Ez egy gumi. A másik felén is van ilyen gumi. És ez a pici gumi, mint látjuk, ez egy ilyen 3 mm vastag, ilyen igénytelen, ne billenjen a másiknak. Kicsit nekem hasonlít a zsebkendővel kitömöm, hogy ne érje hozzá a másiknak dologhoz, amit még régen a Voodoo 5-nél kellett csinálni, mert kurva hosszú volt. Úgyhogy egyelőre egy van, tehát kurva jó, de hogyha véletlen 4 videókártyát akarok használni, tehát összesen 2 darab antilaszt, akkor ezek majdnem össze fognak érni. Kicsit gáz, nem? Ugyanis a két videokártya között a 3 mm kell ahhoz, hogy az összes levegőt beszívja magának, márpedig egyetlen ventilátor van. És hol van az egy ventilátor? Eltaláltátok középen. A létező legszarabb helyen. Ugyanis ha mondjuk itt lenne mellett a másik videokártya, már is takartam a helyet, és én nem pró vagyok, hagyok 3 mm-t, de figyelj már, azon a 3 mm-en bemegy éppen elég energia, amennyi kell. De nem tudom. Nem mindegy. Bekötjük fölülre ezt a két éhes állatot, mert ugye ez mind a kettő egy-egy videokártyáé. Ezt a két éhes állatot bekötjük, aztán meghajtjuk, mint zinger a találmát. Milyen aberráltan néz ki, mi? A teljes számítógép hossznak hát több mint a két harmadát elfoglalja. Most még nincsen ugyan bekötve mind a két éhes száj, csak az egyik, mert hátul nekem az egész kábelezést át kellett rendezni, mert én 2 sokkal rövidebb videókártyára voltam ugye felkészülve, a két rakétára, és most az egészet át kellett kábeleznem azért, hogy ezt a két éhes szájat be tudjam tömni. De nem baj, szerencsére a tápunk ezt bírja, tehát a dolognak ezzel a részével nincs hiba. Úgyhogy ezt ide bekötöm, ide, mert ugye ellentétben a kis rakétával ennek csak ilyen 6-os van. Ennek meg 8-as. A kettő közti különbséget a Zafir tápja egyszerűen oldja meg, ugyanis van egy ilyen dupla, ilyen 2-es vacak, és ezt a 2-es dolgot így berakom ide a 6-os mellé, és egyből alkalmas lesz arra, hogy a 8-as lukba beleférjen. Amúgy kész van, tehát be van rögzítve, úgy, ahogy a szakszerű. Innentől már csak az van, hogy bekötöm, betugom azt a majd, látjuk, hogy mi lesz. Elég szörnyen néz ki, mi? Hát, többiek azt mondták, hogy teljesítménybe, és ez megy is ki. Király, mi? Na mindegy, kezdjük összerakni már. Vár ránk az élmény. Na szóval, elindult antillásunk, és kicsit megdöbbentő számomra, hogy van egy 1-es számú monitor, ami az a középső, és van egy 2-es számú monitor, ugye, ami a külső, tehát az 1-es számú speciál videóportra csatlakozik, nem pedig a normál DVI-ra. Úgyhogy nem értem, miért van mind a kettő ugyanaz. Nem akartam én semmit sem csinálni a BIOS-ba, csak csak így érdekességként jegyzem meg, hogy tényleg ugyanaz van mind a ketten. Ez a hang az Antillesből jön, ez a... Érdekes, nem? Az egyiken előbb jön a kép, mint a másikon. Amúgy teljesen ugyanaz a kettő.
Windows 3.1. Jó, mondjuk ez egy csúnya vicc akar lenni, egyébként Windows XP-t indítunk. Nem értem. Úgy még mindig nem, egyáltalán semmit nem értek. Két egér, ez király. Ezt valahogy nekem majd meg kell oldani, és sajnos még nem tudom, hogy hogyan. Mi a picsa ez? Úgyhogy képbe legyünk, hogy ez micsoda. Úgyhogy most teljesen két ugyanolyan asztalon van, amit nem értek. De mindegy, a dolog működik innen, meg majd megoldom valahogy. Aztán majd jönnek a